Párokba fogtok majd dolgozni, tehát nem vagytok párosan, de kettő, akkor itt szerintem három tudtok együtt dolgozni, és akkor itt pedig úgy lenne, hogy kettő, és aki a két szélén ül, egy párt alkotnátok ki, hogy majd ezzel a székkel alig lehet valamelyik közöttük durulni, és akkor úgy tudtok párt alkotni. Jó, tehát itt egyáltalán mikroszkópon nem baj. Így fogtok tudni együtt dolgozni. Milyen is ez a labor? A kémia urátok, ha lesz, akkor fogtak ilyen balesetvédelmi oktatásban részesülni, most csak az, hogy mit kell dolgozni, mindenki kell odafigyelni. Érzékeltétek, hogy ezek ilyen gurulós székek, biztos nagyon kényelmesek. Akinek nem ér le a lába, probléma, átállíthatja a magasságát. Jobb oldalt van egy parlantyúm, és hogyha azt valaki meghúzza magát, akkor lejjebb meg az egész. Biztos otthon is, vagy ismertek ilyen székeket, hogy kényelmes legyen. Van a padban egy ilyen kihúzható asztalka, ezt használhatjuk, amikor valakinek valaki végzi a vizsgálatot, be lehet tenni a tüzetet, vagy a toltartót ide, hogy nem zavarjon. Olyan nagyon sok eszköz nincs most előttünk, hogy az asztalon is elférünk. Az asztal közepén vannak ilyen mindenféle csapok. A zöld csapok nyitják a vizet, és látjátok, hogy a víz ilyen csörön keresztül megy be abba a kis lukba. Arra kérlek benneteket, hogy ne ezeket a vízcsapokat használjuk, ha valaki nagyon megnyit, hogy kicsap a víz, és ugye a mikroszkópokra is rámegy, úgyhogy majd kell vizet engedni az ezeken a kinti csapokon. Föl lehet majd kelni, természetesen, hogyha ilyenről van szó, hogy engedj vizet, de jössz és vissza ülhetsz a helyedre. Aztán vannak egy olyan szerelvények, ami olyan kék ajzat van, hát az föl lehet nyitni, és abban 220 voltos feszültség van, majd oda dugjuk a konnektorokat. És a sárga kis csapok, azok pedig gázcsapok, de azt most nem használjuk, tehát lehetne kémiából használnánk égővel, úgy hívják azt, hogy bunzen égő, azzal melegíteni. Van, amikor is lehet, hogy majd még használjátok is, van, amikor használjuk, most nincs benne gáz, tehát nem kell félni. Tehát erre nagyon kell figyelni, különösen, hogyha áramot használsz, hogy egyszerre ne folyjon oda a víz. Ugye itt ez a mikroszkópozásnál ez a legveszélyesebb dolog. Ami még itt veszélyes lehet, hogy vannak a tárcátok, ami üveglapocskák, egy nagyobb, meg van egy kisebb, a kisebb elég vékony, és kézzel meg lehet fogni nyugodtan, de ha az összetörik, elvághatja esetleg, vagy megszúrhatja a kezet, úgyhogy majd óvatosan kell ezekkel bánni. Ezen a mai alkalommal olyan dolgokkal fogtok ismerkedni, amiről lehet, hogy még nem tudom, voltak a mohák, lesz a fő téma, illetve leharasztok. De ha nem tanultatok, akkor most alkalom nyílik arra, hogy ezt megnézitek, és akkor utána később föl lehet eleveníteni, amit megtudtatok. Na most a vizsgálatunk tárgyai különböző élő lények lesznek, különböző növények, különböző mohák. Mohákból is nagyon-nagyon sokféle van a természetben, és sokféleképpen tudjuk vizsgálni őket. Lehet olyat, hogy megnézzük szabad szemmel. Hát itt vizsgálatokat végzünk. Megnézhetjük szabad szemmel, így is nagyon sok mindent következtetünk. Ha kicsit nagyobb nagyításban jobban szeretnénk látni, akkor használhatunk valamilyen nagyítót. Tulajdonképpen háromféle nagyító is van előttetek. Az egyik az a sima nagyító. Ugye az a... Mi van a nagyítóban? Mitől nagyít a nagyító? Mi az, ami a benne van ez? Egy lencse. Egy ilyen domború lencse, nagyon jó, és ez ugye lehetővé teszi, hogy egy kicsit nagyobbba lássuk. Ez nem lesz lehetővé többszörös, mondjuk kétszeresére nagyítja, és ennyi. Olyanok ezek a nagyítók, hogy itt van egy kis kapcsoló is, és hát ezek szerint nincs benne nem, mert lehetne vele világítani, mondjuk nincs rá szükségünk, mert itt van annyi fény, amivel látjuk ezt.
Először ilyen kézinagyítóval fogtok vizsgálódni. Annyi lesz mindössze a feladatotok majd, hogy megnézzük a kapott mohát, mi nincs előtted, ilyen nagyítóval. De még nagyobb nagyítással megpróbáljuk megnézni, milyen részei vannak egy mohának. A második nagyítás az a szürke mikroszkóp teszi lehetővé. Jól nézzünk már egy kicsit erre a szürke mikroszkópra, ott van az ötlet, hogy hogy néz ki. Ennek az a különlegessége, hogy kettő szemmel lehet belenézni. Milyen látod, hogy két nézőkéje van, két szemlencséje van. A fekete mikroszkópnak csak egy. Tudja valaki esetleg, hogy mi a különbség, hogyha két szemmel nézünk valamit, vagy ha csak egyikkel? Térlátást is biztosít, ha két szemmel nézünk, így van. Tehát ez olyan, ez a szürke mikroszkóp, hogy két szemmel nézel, mind a kettővel, tehát nem kell az egyiket becsukni, akkor térlátást tesz lehetővé, és sztereo mikroszkópnak is hívják ezt. Van benne felül két lencse, és alul is az a nagy, aminek le is kell majd venni a védőkupakját. Meg is mutatom itt. Tehát az olyan kupak, azt le is veheted egyébként, mert nem tudom, hogy meg is kell rúgni. Neked bátran lefelé húzunk, és lepattani róla a lépőt, azt le tud venni, és félre lehet tenni. Alul is van egy lencse, az pedig vagy az van ráírva, hogy egyszer, vagy az, hogy háromszor. Mi van erre ráírva? Mert háromszor az fordítsa el, úgyhogy az egyszer legyen, mert azzal kezdjük, hogy az egyszeres nagyításra beállítjuk. A felső nézőkéje, lencséje pedig a szemlencse, az pedig tízszeres nagyítás biztosít. No, tehát a kézi nagyító után meg fogjuk nézni, hogy tízszeres nagyításban a moha növénykét, és megpróbáljuk majd a részeit megvizsgálni. Még ennek a mikroszkópnak, ennek a szürkének van egy olyan része, hogy van egy lámpája, illetve kettő. Jó, most próbáljam el meg mindenki, hogy ezt a szürke mikroszkópot bedugja a konnektorba. Van amelyik másik. Hát úgy kéne a drótját, hogy ez bugébe hajtott, hogy ez a vagyja. Kicsit előre is húzhatod a mikroszkópot közelebb. És kinyúlik általában valami a barnás színű, nyilván valami,
félve, ha bekapcsoltad a mikroszkópot, úgy, hogy igaz gazdúgy oda, hogy minél több részét egymás után sorba meg is nézni. Jó, tehát... Tessék oda nézgetni. Igen, csak. Sajnos ebben az éjszakon már nagyon nehéz ilyen spóra tartókat találni. Sáros is egy kicsit, de nem kell félni, mert nem harag. Jó? Tehát az lenne a feladatod, hogy az egyszeres nyitással próbálj meg így az ujjaddal, illetve lehet segíteni azzal a csipesszel is, ha akarsz, hogy a tárcámat tologatni úgy alá, hogy minden részét nézd meg, ha megláttad, a társad is segíthet. Egy dolog a mikroszkóphoz. Ugye itt egy kicsit, amikor a két szemed nem egyformán van, van akinek távolabb, közelebb a felső részét, amiben belenézel, ha megfogod a szürke részénél a két lencsét, az lehet hajlítani közelebb, vagy távolabb. Beállíthatod a szemed távolságának megfelelően. Jó, tehát lehet mozgatni ott nyugodtan.
lehetett azzal kenni, éles felvételni. Jó, tehát ezt a csapat folyamatosan mozgatodunk. Azt mondhatni kell. És akkor közben, aki néz bele, a csipesszel arrébb tolhatja, hogy megnézze a másik részét. És nagyon óvatosan, mert elmozdul. Könnyen eltolod. Tehát ezt magának tudja, miközben nézi, valaki arrébb tolni. Kézzel a csipesszel. Vannak.
rögzítő fonalak, rögzítő szálak. Hát ezt megpróbálhatjuk lerajzolni. A száracskáját nem is nagyon láttuk, mert sűrűn voltak a levélkék. Ugye azt mondtátok, hogy olyan hosszúkásak voltak ezek a levélkék. Valahogy így sűrűn álltak. Csúcsosak voltak, lehet nyugodtan szebbet rajzolni. De valamilyen sűrűn álló levélképet láttuk. Milyen színűek voltak ezek? Zöld. Ezek zöldek voltak. Valaki megnézte, hogy mi van alul. Látott valaki olyat? Milyen ez a sosítőszer? Vékony volt, és ilyen minden így jött kifelé. Nem biztos, hogy ezt lehetett látni, mert föld is volt vele együtt. A szálvacskának a tetejéről indult ez a spóratartó, és milyen alakja volt? Hát ilyen hosszú tesszük, tengerfordulat, ilyesmi. Ez pedig milyen színű volt? Barna. Tehát ezt is megtapasztaltátok. Mohák nagyon egyszerű testfelépítésűek. Lehet, hogy erről nem esett szó, de nagyon fontos, állomását képezik az a növényvilágnak. Valódi igazi szövetekkel rendelkeznek-e vagyunk? Nem. Hát ezt mondhatjuk, hogy ez a testfelépítésüknek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy nincsenek valódi szövetek. Ez előkerültem már, hogy mi az, hogy sejt meg szövetek, hanem az 8. kerül elő, és ezért nem tanultatok róla. Az élő lények alapegységei a sejtek. A sejtek sokan együtt sejtcsoportokat alkotnak, akkor hívjuk szövetnek, hogyha már valamilyen feladat ellátására specializálódnak a sejtek. Például, ha lenne bőrös szövete, amelyik az védene. Lenne szállító szövete, az szállítanak. Mohának nincsenek ilyen szövetei még, van sok sejtje, de minden sejt sokféle feladatot ellát, tehát ez egy fejlettségi szint, fejletlenek az a mohák, mert nincsenek szöveteik. Nem tudnak mondjuk méteres magasságba szállítani, mert nincs szállító szövetük a talajból. Hogy oldják meg akkor azt a mohát, hogy nem tudnak 2 méterre, mint egy fa, vagy 10 méterre, mint egy fa, nem tudnak anyagokat szállítani. Miért nem okoz ez problémát a moháknál vajon? Mert? Mert a szél viszi a spóráikat, igen, de a vizet, tehát felszívja a talajból, mondjuk egy növény is 2 méterre felszállítja a szállító szövet. Mohának nincs ilyen szövete, mégsem okoz ez neki problémát. Mert picit nagyon jó, tehát például ők nem nőhetnek nagyra. Tehát ha nagyra nőne egy ilyen moha, nőne, és akkor elérni a méteres magasságot, hát nem tudná odáig elszállítani az anyagokat, nincs olyan szövete. Mohák egymagukban elég végtelenek, nincs szilárdító szövete, eldől. Nem úgy, mint a fa, amelyik megtartja magát. Tehát nincsenek valódi szöveteik, ezért picit fejletlenek, de azért sok helyen találkozunk mégis velük, mégis mohákkal. Ezt a testfelépítési szintet, amikor nincsen valódi szövete egy élőlénynek, azt mondjuk, hogy teleptestűek. Teleptestű. Hát majd ezt lehet, hogy visszafogtok egyszer. De emlékeznek, hogy nagyon jó lesz. Jó? Tehát akkor mondhatjuk, hogy teleptestű. Jó? Kapni fogtok egy másik mohát, és már ezt a mikroszkópot ismeritek. Ennek sajnos nincs spóratartója, de sokkal nagyobb azért. Itt meg kellene nézni ezt a zöld részét, először egyszeres, utána háromszoros megnyitása, és azt kellene megfigyelni, hogy ennek egész máshogy néz ki a levélkéje, sokkal tömöttebben van, hogy milyen alakú, és arra a kérdésre lehetne választ keresni, hogy tudja vizet vállalni ez a moha. Tehát ez egy ilyen majd, ami bennünk ott volt, nem én kiszedmogottam a tárcára, itt van külésen minden. Ez egy másik mód. Émesség, jóval összetettem, oda is azért a szomszédoknak, hogy ide nem adta még igaz, azt sok is nem kell venni.
kéréssel, aztán utána az egy jó, hogy lapítsd le oda valahogy, ha tudod. A zöld részét próbálj meg. És felszállíts éles a csavarral, és már lesz a szület használni. És akkor még a lámpát ki. Szép zöld. Adok egy másikat. Vannak a levélkék, nem ilyen egyenesek, hanem kicsit ilyen öblösek. Vízbe megy oda, és úgy nagyon jól meg tudja tartani. Ugye a mohánknál ez a jó, hogy bár nincsenek szöveteik, nincsen bőrszövetük, ami megvédené őket, de mégis ilyen, olyan módon van a testfelépítés, hogy vagy nagyon sűrűn állnak, vagy ilyen, a levélkék is ilyen öblösek, és ott benne megreked a víz. Tegnap volt valaki, aki egy kis állatkát is talált, valami úszott az egyikben, még előfordul egy kis apró férgek, vagy rovarok, és vannak a vízben, de ez már nem olyan vizes, de most elég sok eső volt, sok volt a víz. Jó, akkor nagyon sok fajta moha van, tehát nem is gondolnám, hogy hányféle, ha több helyről szedtem volna, mindegyik egy kicsit máshogy néz ki. Rengeteg fajuk van, rengeteg típusuk van, de egyiküknek sincsenek valódi szerveik és valódi szöveteik, nincsenek telettestvérek. Ennél még részletesebben, még nagyobb nagyításon is megfogjátok a második órában vizsgálni a mohákat, és előtte megismerkedünk a másik mikroszkóppal még, jó? Úgyhogy ezt, ha megnézted ezt a rendőrűket, még így lehetne kapcsolni, és akkor lapozzunk már vissza az első oldalra, és itt végignézzük, és ott ki is egészíthetitek, hogy néz ki egy mikroszkóp, hogy néz ki a másik mikroszkóp. Ennek a csatlakozóját is ki lehet húzni, mert ezt most nem használjuk. Jó, mert ezt kihúzhatod, ezt a szürkét közben. Ha tudjátok,
Na, könnyen bementünk a bedugni. Jó. Ez a mikroszkóp, az a fekete, amit közelebb is tehet mondani, hogy megnézzük beazonosítjuk a részét és elmondjuk, hogy hogy kell használni. Ez a fekete mikroszkóp, ez nem sztereo mikroszkóp, hanem binokuláris, ennek csak egy ilyen szemnézőkénye van. Viszont nagyon megnyitásra képes, tehát van bennünk ilyen jó tanulói mikroszkópnak hívják, vagy benne kutatóinak is, attól, hogy mennyire fejlett. Jó? Még ne tegyél oda semmit, nem is azt fogjuk megnézni egyébként. Megnyit ezt már a következő órában. Jó, a mikroszkópon itt is kétféle lencsét találunk, mint a másikon. Az, amiben belenézel majd, ezt úgy hívják, hogy szemlencse. A mi szemünkben is van lencse, de nem azonos. Hát ez a mikroszkóp szemlencséje, vagy okulár lencséje. Szemlencsébe nézünk. Ennél a mikroszkópnál ez a lencse, ezt ki is lehet belőle venni, meg lehet fogni, de a lencséjéhez nem jön senki, mert akkor ugye az elkoszolódik, de így oldalról ki lehetne cserélni. Milyen szám van ráírva, hányszoros megnyitás biztos? Tízszeres. Tehát ez egy olyan ütőlencs, hogy tízszeresen megint. Jó, ezt megnézzük. Jó? Másik lencse, az itt olyan, hogy nem egy van, hanem nem egy és nem kettő, hanem három lencse. Ezek a három tárgylencsék, tehát ez a tárgylencse, objektív lencse. Ez pedig változtatható megnyitású. Nem azon van, amivel kezdjük a megnyitást. Legkisebbel kezdjük mindig. A legkisebb lencse tud a legkisebbet, és ezt el lehetne fordítani már most nyugodtan a legkisebbre. Ez is úgy kaptam egyet, ez ilyen revolver-szerű foglalat van, és akkor a kicsivel fogjuk kezdeni. Hányszoros van nagy itt a kicsi, mi van ráírva? Négyszeres. Vagy van olyan, hogy 40-es, meg van olyan, hogy 10-szeres. 4x10x40x nagyítja, attól tudjuk, hogy megy. A 4x-eset meg a 10x-eset fogjuk tudni használni. 40x-es ez egy ilyen olaj is szükség lenne, abba belenyomni. Ha 10x-es a másik 4x-es, akkor hányszorosára nagyítja fel, amit látunk a valósághoz képest. 4x10 az, legyen. Ha pedig átváltunk majd a 10x10-szeresre, akkor 10x100-szorosra fogjuk nagyítani, amit majd meg fogtok nézni. Ezen a mikroszkópban is van két lámpa, ez oda is van írva, meg lehet nézni. Ez a felső az fölülről világítja. Itt most nem ezt fogjuk használni, hanem az alsó lámpát, aminek alulról. Megnézed a fény, ahogy alulról jön, át kell, hogy haladjon ezen a kis lyukon. Az lesz majd a jó, hogyha pont a lyuk fölé tesszük, amit meg akarunk nézni. Tehát a kis tárgyókat oda tesszük. Ezt a kis asztaltár, így is hívják, hogy tárgyasztal. Ez a tárgyasztala a mikroszkópnak. És a tárgyasztalra nem csak úgy rádobjuk a mohát, mint ahogy valaki gondolta, hanem ehhez való ez a tárgylemez, tehát ez a nagyobbik üveglapocska, ez a tárgylemez, a tárgyasztalra kerül a tárgylemez. Még azt is kipróbálhatod, most üres ez a tárgylemez, hogy ezt úgy lehet látni, hogy ezt a két leszorító fémmel leszorítod majd. Hát az alá becsúsztatni, úgy kell meg rátenni. Na, és próbáltad, hogy ráteszed úgy, hogy az, ha majd oda szoruljon. Az oda szorítja, elég szoros, meg lehet azokat egy kicsit emelni, azokat a filmeket, a csipeszeket, leszorítókat, és akkor oda megy alá. Jó? És akkor ugye most nincs semmi, amit vizsgálnám, persze, de majd fogunk. Muha levélkét fogunk egyébként vizsgálni, és
a tárgylemezre ráfogjuk tenni a mohalevélkét, meg egy cseppvizet, és le is fedjük egy ilyen még kisebb üveglapra, amit mondtam, hogy ez törékenyen. Azzal megpróbáljuk lefedni. Miért kell lefedni vajon? Miért nem jó úgy, hogy mondjuk ott a moha meg víz? Hogyha csavarra adjuk ezt a csavart, előfordulhatna akkor, hogy a lencsét összevizeljük. Tehát ez így lefedve védi is. Jó, tehát majd le fogjuk fedni. Ez a dolog oldalt, ez a két csavar, ezt nagyon kell itt használni, ez az élesre állító vagy beállító csavar. Élesre állító csavar. Nem tudom, esetleg van-e valakinek mikroszkópa otthon, vagy mikroszkópozott talán? Igen? Lehet, hogy neked két csavar is van, egy nagyobb, meg egy kisebb. Egyikben durva beállító, a másik finom beállító. Ezen csak egy van, ez ilyen szempontból egyszerű mikroszkóp. Miközben ézet kell állítani, és még van két szabályozó gomb. Az egyik a fényerő szabályozó oldalt van, 1-től 8-ig, a 8-asnál adja a legtöbb fényt, majd a 8-ast használjuk ki. És van még itt egy csavar, ezt nem is kell csavargatni, de az ilyen színszűrőket raknak fény útjába, kék, van ilyen lilás, zöld, tehát az áteső fény, akkor nem fehér fény megy el, hanem színes, de nekünk most erre nincs szükségünk, mert jó a fehér fény. Jó? És akkor hogyan használjuk a mikroszkópot? Van egy ilyen kérdésetek, hogy hová helyezzük a tárgyamat? Hogy fedjük le, mivel? Egy kis mondom, hova helyezzük? A tárgyasztalra helyezzük. A tárgyasztalra. Mivel fedjük le? Hogy fedjük le? A sűrűlöklappal, fedőlemezzel lefedjük. Így értettem a kérdésünk, hogy fedjük. Egy ilyen kis fedőlemezzel lefedjük. Azt is lehetne, hogy két tárgylemezt egymásra rak valaki, és így fedi le úgyis, jó? Csak lefedve szoktuk vizsgálni. A lefedés azért is jó, mert kisimítja és egy síkba lesz minden. Jó? Ilyenkor nem szabad lenni, de most úgy látszik van. Jó? Hogyan kell a mikroszkóppal a vizsgálatot végezni? Vajon melyik legyen az első? A tárgylemezt mozgassuk úgy, hogy a preparátum, tehát amit nézünk, a tárgyasztal középső nyílása felett legyen kapcsolva a fényforrás. Az állító csavarral keresd meg a tárgylemez képét. Helyezd a tárgylemez az asztalra és szorítsd le. Nézd bele a lencsén át a mikroszkópban. Melyik legyen? Mivel kezdjük? Már mozgatjuk is, mi? Utolsó. Nem. Legyen a negyedik. Helyezd a tárgyam ezt a tárgyast arra, és szoríts le, legyen ez az első. Majd oda tesszük aztán. Jó lenne, ha bekapcsolnánk. Yeah, yeah.